A Városi Bizottság rábeszélte Mettet, hogy vállaljon politikai megbízatást. Én állattenyésztő vagyok, nem értek a politikához. Ön becsületes ember. Ez bőven elegendő. Igen, igen. De Olivernek saját jelöltje volt. Tudom, hogy nem akarja, hogy ő győzzön. De mi a haszna abból, ha én nyerek? Nem tartozik többé semmivel. Uraim, elő a kártyákkal. Benne vagyok. Luke már kinézett egy szép házat magának és egy feleséget, akivel megoszthatja. Csak egyet. És Colin végre megnősült. Készen állsz? Ez életem legszebb napja. Magyar hangok. Rosta Sándor, Szórádi Erika, Juhász Zoltán, Markovics Tamás, Magyar Bálint, Mánya Zsófi, Versényi László. A Fagyos Folyó Lovasa. További magyar hangok. Sánta Anna Mária, Turi Bálint, Gyurik István. Fiatalos lendület kell ide. Valaki, aki ifjú és erős. Igen, szerintem pedig tévedsz. Tényleg? Akkor is jogom van beszélni. Talán annyira jó ötlet elküldene egy cowboyt a parlamentbe, hogy képviselje a városunkat? Te csak szavazz Matt McGregorra, ha akarsz, aki meglopta a saját fivérét. Hazugság! Bárki, aki ismeri, megmondhatja, hogy nem igaz. Még hogy nem igaz. Ez az, adj neki! Gyere csak! Majd én megmutatom neked. Kérem, hallgassanak meg! Csak arra kérem önöket, emlékezzenek rá, mi mindent tett Matthew McGregor a városunkért, és mi mindent tehet, ha majd bekerül a parlamentbe. Ideje lenne már, hogy Mattet magát is halljuk. Igen. Persze. Mrs. McGregor? Amen. Örülök, hogy ilyen lelkesen támogatja az apósát. Valakinek ki kell mondania az igazat. Azt hiszem, Kegyed is látja, hogy az igazság az, amit a legtöbb ember elhisz. Milyen hírei vannak a számomra, Herb? Amint láthatja, McGregor elég sok kölcsönt vett fel. Nem sokára itt a jószágvásár ideje. És tudjuk, milyen pénzügyi helyzetben volt az elmúlt néhány hónapban a kint lévősége miatt. McGregorral ellentétben én jó előre bebiztosítottam magam. A marhatenyésztés az élete értelme, de az enyémé a pénzcsinálás. Rendben, Herbert. Maga tőkeemelést akar, én támogatom. De a visszatérítést piacképes eszközökben kérem. Föld, jószág, ingó és ingatlan vagyonok. Felteszem, McGregor kölcsöne jelzáloggal terhelt. Biztosítékként őrizzük Langara jelzálog szerződését. Nos... akkor itt hagyom ezeket az iratokat ellenjegyzésre. És Herbert? Semmi szükség rá, hogy McGregor megtudja, ki is valójában a jótevője. Ért engem? Apa, Rob soha nem említette, hogy esetleg elvenné Viktóriát? Elvenni?
Nem is tudom. Nézd rá. Ez szerelmi bánat. Igen. Megyek, beszélek vele. Mi bánt? Teljesen megőrít, apa. Hát, gondolom Viktóriáról van szó. Másra se tudok gondolni. És ő mit gondol rólad? Nem tudom. Valahogy egyszer ilyen, másszor olyan. Igen, ehhez nagyon értenek, hogyan tartsanak bizonytalanságban. Igen, az már biztos. Tessék, Rob. Köszönöm. Nem akarok papolni, de mi a helyzet Luke-kal? Miért, mi van vele? Bizonyos, hogy meg róla, hogy Viktória téged választ. Nem pedig valaki mást. Mit akart ezzel mondani? Azt, hogy előbb nyisd ki a szemed, nehogy pórul járj. Nem rossz ötlet. És te mit mondasz? Hogy ismerem a fiam. És bárhogyan is döntsön, az biztos, hogy jó döntés lesz. Öt liter alapozó is ugyanannyi festék. Ennyi biztosan kell majd a halhoz. A csillát pótolni kell. Velencei üvegből. És ez csak egy dolog. Ha úgy akarja, velencei lesz. Jobban szeretem az olajlámpát. Luke, a háznak nem egyszerűnek kell lennie, hanem divatosnak. Ha úgy gondolja. És elegánsnak. Mint ön. Legyen velencei? Megkérdezhetem, mibe fog ez kerülni? Nem. Újság, uraim. Ismerjük egymást. Nem erre felé dolgozott? Ah. Vigyázott rá rendesen, Chen. Egy hét munkája. Egy nap alatt többet bányáztunk, amíg nem játszott politikus dit. Kifogyóban van az arany. Nem. Vannak jobb és rosszabb napok. Amint több időm lesz, újra felgyorsítjuk, Frank. Ó, hogyne, majd a szavazatszámlálás után. Luke McGregor képviselő úr, a parlament tagja. Miért csak nekem lóg ki a nyelvem a sok munkától? Még egy kicsit gyakorlatlan. Nekem segítségre lenne szükségem, és ennél több aranyra. Ha ennyire nehéz kimondania, hogy képviselő úr, hogy fogja azt, hogy sógor? Inkább meghalok.
mennyivel jobb lenne a szabad ég alatt. Úgy látom, így is jól ég. Én nem a tűzről beszélek. Victoria. Igen? Befejezné ezt? Bocsánat, de én nem csinálok semmit. Igen, hát pont erről van szó. Éppen megkérem a kezét. De még nem kérte meg. De épp az imént. Luke, nem tudom, mit mondjak. Szóval gondolkodási időt kér? Miért kéne nekem idő? Mondja, hogy szeret. Szeretem. Először az apámtól kell megkérnie. Hát persze. Persze. A fedhetetlenség többet ér, mint menj el, légy szíves. Mint a szívtelen nagyravágyás és kapzsiság. Ez elég nyersen hangzott. Kapzsiság és nagyravágyás. Honnan vetted ezt? Colin, elmennél innen, ha megkérlek? Nagyon fontos. De akkor kihez fogsz beszélni? Néha úgy érzem, csak az időmet vesztegetem. Emily, tudod, mit mondott apa? Aki rá akar szavazni, az megteszi. Ha a nők is szavazhatnak, akkor ez rendben is lenne. De sajnos csak a férfiakra számíthatunk, és ők arra akarnak majd szavazni, aki több sört fizet nekik. Matt McGregor, adja ide! Adja ide! Ezt akarja! Tessék! Oh! Rendben van, én rászavazok. Most a héten. Köszönöm, emberek. Köszönjük. Viszlát. Minden jó. Mondani akarsz valamit? Azt hiszem, azért vagyok itt, igen. Akkor ki vele? Dolgom van. Robi, tudod, hogy érzek Victoria iránt, ugye? Mit akarsz? Megkértem a kezét. És igent mondott. Ez meg mi volt? Rokonok vagyunk. Én csak azt mondom, hogy lehetne vele egy kicsit elfogultabb, nem? Fog törni az az ajtó. Senki sincs bent. Igaz? Micsoda? Igaz ez, Victoria? Robi, maga a legrégibb és legkedvesebb barátom. Szóval igaz. Robi, örülnünk kéne egymás örömének. Hozzá megy? Igen, hozzá. Robi, én nem akartam megbántani. Remélem, boldog lesz. Ez nagyon kedves ötlet, Matt, de azt hittem, az a szokás, hogy csak a választások után illik ünnepelni. Dehogy, ez Rob ötlete volt. Csak arról van szó, hogy az egész család együtt legyen. Család? Ez megtisztelő. Ez viszont az én ötletem volt.
Rob hol van? Danny, szólj a bátyádnak. Volt egy kis verekedés a városban. De nem sérült meg. Csak a szokásos pár harc. Rob ütött, Luke a földre került. Meg se kérdezem, ki miatt volt. Victoria Blackwood, ki más? Önök nem hallották? Blacksmith csak erről locsog. Luke McGregor és Victoria Blackwood összeházasodnak. Gondoltam, jobb, ha tudják. Utána mentem a városba, hogy megkeressem, de... Jobb, ha most magára hagyjuk a bajával. Miss Hatton? Azt mondták... Úgy hallottam... Amit hallott, az valószínűleg igaz. Bemehetek? Menjen haza. Nem kellene itt lennie. Hallom, Victoria segít az új ház körül. Igen, nagyon jó ízlése van. Egy ház mindig jó befektetés, ha ügyesen bánnak vele. Tegye a házát a környék társasági központjává, akkor majd Luke McGregor meghívása ajánlólevél lesz Patterson Street krémje számára. Bármit is jelentsen. Nem érdekel a társasági élet. Mint ahogy a többi itteni férfit sem, csak a feleségüket. És az asszonyok irányítják a férjeket. Értem. Adjon egy fogadást. Megünneplendő a győzelmét. Maga estét ad nekik, ők pedig a szavazatukat. Van itt még valami. A beleegyezését kérem, hogy elvehessem a lányát. Ha itt lesz az ideje, a lányomat Angliába viszem, ahol majd én személyesen választok neki megfelelő férjet. De már megkértem. És úgy képzelem, hogy a kiválasztott egy arisztokrata lesz, egy nemes ember. Nem olyan, mint maga. A Viktóriának megfelelek. Úgy véltük, ez csak formalitás lesz. Hát tévedtek. Ne feledje itt a kalapját. Őt meg mi lelte? Úgy vágtatott el innen, mintha kergetnék. Majdnem. Ez a beképzelt senki volt olyan vakmerő, hogy házasságot ajánlott Victoriának. Meg is érdemelni, ha engem kérdezel. Mikor volt nekem arra valaha is szükségem, Frank? Őszintén. De annyit mondhatok. Azt akarom, hogy mindenki tudja, ha szavaz rá, vagy akár csak támogatja Luke McGregort, azt örökre az ellenségemnek tekintem. Tegyél róla, Frank. Azt hittem, majd úgy fog ugrálni, ahogy én akarom. Tévedtem. De a lányomat nem fogom eltékozolni. Tönkre akarom tenni.
Igen, uram. És Victoriának nem kell egy csődbe ment ember. Igen, uram. Frank. Te fogsz ezért felelni. Luke McGregor nem nyerheti meg a választást. Megértettél? Kellemes volt a lovaglás? Igen, az volt. Mi ez a szokatlan testvéri törődés, Frank? Papa mondott valamit? Igen, Luke McGregornak mondott. És pedig azt, hogy nem. Hazudsz. Majd meggyőzöm. Ezúttal nem. Ezt nem teheti. Soha nem fogom neki megbocsátani. Nagyon jól csinálod. Akarsz beszélni róla? Nem. Ugyan, Rob? Mit akarsz tudni? Azt hiszed, hogy én soha nem voltam még szerelmes? És nem bántottak meg, mint téged? Neked ott van Emily. Hát persze, hogy itt van ő. Most. Igen. Nekem meg senki. Még egy másik lány nem jön. Akkor kezdődik minden előről. Nem éri meg bánkodni, igaz? Helyes. Tényleg nem éri meg. Túléled. Semmi baj. Csak időre van szüksége, és meggondolja. Még nem ismeri őt. Nem fogja megérteni. És nem lehet meggyőzni. Kivéve, ha megnyeri a választást, és képviselő lesz a... Még nem nyertem meg. De azt mondta, hogy olyat akar, aki nemes, nem? Attól tartok, egy képviselő, neki nem lesz elég. Ez csak a kezdet. Pár éven belül az állam kormányzója lehet, nem akadályozhatja meg. Victoria, nekem most kell, és nem két év múlva. Én ugyanúgy akarom. Szeretem Luke, hiszen tudja. Akkor tegyük meg. Micsodát? Titokban. Elmegyünk Colin McGregorhoz. És megkérjük, adjon össze titokban, akkor már semmit sem tehet. Nem tehetem. Ezt nem tehetem az apámmal. Oda megyek éjszaka. Semmire sem lesz szükségünk abból a házból, és összeházasodunk. Nem tudom. Annyira egyszerű. Matt. Jó napot. Nem tűnik túl lelkesnek ettől a megbízatástól. Azt mondtam, még meggondolom. Nem pedig azt, hogy végig dobolom majd a várost. Aki akar, majd rám szavaz. Hát nincs elragadtatva az ajánlatunktól. Ha úgy adódik, hogy megválasztanak, igyekezni fogok, hogy ne csalódjon. Igen. Remélem, mindenki megértette, amit mondtam. Az apám nagy befolyású ember. És elég sokan tartoznak neki. Ostobaság lenne magukra haragítani. Luke, itt a nagy nap. Luke, sok szerencsét. Ezeket tegyük ide.
Kedves Kathleen, mi ez az egész? Aláírásokat gyűjtünk egy petícióhoz a nők szavazati jogáért. Semmi nyomós érvet nem találtunk a bevezetése ellen, csak kifogásokat. Aláírná? Nem sok nevet látok. Mint ahogyan hölgyeket sem láthat itt. Hát nem tudom, vajon egy hölgy mit tudna kezdeni a szavazatával? Hová írjam? Az alá, hogy Colin McGregor? Akkor ez két aláírás. Három. Charlie, Jim, ide jönnétek ti is? Persze. Sok szerencsét. Az tényleg jól fog jönni. Fülkéknél találja, senki se lássa, amikor átadja neki. Igen, megérni. Rendben. Senki. Rendben. Kivéve szeretett atyádat, persze. Szedheti a holmiát. Ne olvasd el, kérlek. Ez a terv titkos esküvő? Ha másként nem lehet. Ő nagyon szeret engem, apa. Igen, biztos vagyok benne. Mi más tehetne? Apa! Rendben van, drágám. Ha muszáj hozzámenned, akkor menj. De ne így. Ne ilyen alattomos, csúnya módon. Apa nélkül, aki el sem kísér. Most komolyan beszélsz? Ha tényleg ezt akarod, a választás után neked lesz a környéken valaha volt legnagyobb esküvőd. Gyia! Gyia, gyerünk! Gyia! Menjünk oda most. Victoria, Luke. Jó napot, tiszteletes. Lenne egy megbízatásunk az ön számára. Összeházasodunk. Ó, Victoria, ez nagyon jó. Gratulálok. Gratulálok, Luke. Köszönöm. Boldoggá tenne minket, ha ön végezné a szertartást. Természetesen. Remek. Biztosan nagyon boldogok lesztek. Igen. Még hetekig tart a munka. Le kell mondanunk az estét. Nem mondhatja most le Luke McGregor. Kit érdekel, ha a festés nincs kész, és ha nincs bútor, majd mindenki állni fog. Nagyon a szívére venné, igaz? Nem erről van szó. Csak arra gondoltam, jó alkalom lenne bejelenteni az eljegyzésünket. Kinek kell itt bútor? Alig hiszem el, hogy idáig eljutottam. Nemrég még semmi sem érdekelt jobban, csak az a lovas verseny. És most gazdag lett, házat vett, és nem sokára a parlament tagja lehet. És a környék legszebb lányát veszem feleségül.
Bocsánat. Az egész világon a legszebbet. Papa, itt a kimutatás a bányahozomáról az utolsó pár hétben. Mintha csak a kertünkben ásnánk. Nem egészen. De a ház körüli kiadások miatt kutyaszorítóba kerülhet. Akkor miért hagyod, hogy hozzámenjen? Papa! Nagyszerű ötletem támadt. Hoznunk kell egy vonós zenekart az esküvőre. Még mit nem? Tudod te, mennyibe kerülne? Azt hiszem, ez tényleg nagyszerű ötlet, drágám. És jó lenne a dátumot is megbeszélni. Sok dolgom lesz addig. Igen. Igen, akár csak nekem. Neked? Victoria. Ezt az esküvőt te akartad. De lesz némi következménye majd, amit meg kell értened. Olvasd el ezeket, és ha egyet értesz, írd is alá őket. Miről van szó? Csupán formalitás, de még fontos lehet. És szeretném, ha tökéletesen értenéd. Ez egy egyszerű lemondó nyilatkozat. Az mit jelent? Azt jelenti, drágám, hogy lemondasz a Blackwood vagyon rád eső részéről, nekem pedig módosítanom kell a végrendeletemet. Miért? Tudod, mennyire szeretem Balmorált. Victoria, nem emlékszel Luke viszonyára Anita Hargraves-szel? De igen. Csak kihasználta őt, visszaét a bizalmával. Engem szeret, és bízik bennem. Luke gyenge ember, drágám. Ma elvesz ugyan, de holnap elhagy, és viszi magával, amit csak van. Miért hazudtál nekem? Azt mondtad, hozzá mehetek. Mert hozzá is mehetsz. De nem dobhatom el csak úgy mindazt, amit a Blackwoodok felépítettek, hogy Luke-nak adjam hozományul. Luke nem is vár ilyesmit. Pedig pontosan ez fog történni, ha nem teszek ellenlépéseket. Törvény szerint őt is megilletné a részed a Balmorálból. Egy élet munkáját árulnám el, ha bárkinek a McGregorok közül akár csak egy darabot is átengednék belőle. Luke-nak nem kell a pénzed, apám. Van bányája, háza, befektetései, el tud tartani, mert vagyonosak leszünk. Mi ez? Ezek a bánya, a ház és minden egyébnek az iratai, amit csak birtokol. Sajnálom, drágám, de úgy látszik, rászedte. Honnan szerezted ezeket? A kölcsönök fedezeteként írta alá őket. Egyébként Frank azt mondta, hogy a bánya hozama olyan nagy mértékben csökkent, hogy már a kamatokat sem tudja fedezni. Nem hiszek neked. Akkor higgy ennek. Lók, csődbe ment, drágám. Semmije sincs. És a feleségének sem lesz semmije. Igazán csodállak téged, kis húgom. Nem minden lány lenne kész mindent előről kezdeni. Frank! Szolgák nélkül, lovak nélkül, hintó nélkül, csak a mosás és a vasalás, csak a nagyra becsült könyveid maradnak, Victoria! A szerelem mindenek felett. Frank! Te meg ne vigyorogj itt, fiam. Ez nem az ünneplő ruhám, úgyhogy elég lesz egy pár öltés. Lehet, hogy a száját varrom össze, ha nem marad csendben. Na, szervusz! Úgyhogy már is itt. Elsőként akartam tiszteletemet tenni Matt McGregor parlamenti képviselőnél.
Tényleg? Ha, gratulálok. Köszönöm, fiam. Gratulálok, apa. Tudtam, hogy sikerülni fog. Köszönöm, kicsi. Szóval Melbourne-be mész. Gratulálok. Igen. Ez csodálatos hír, Matt. Köszönöm, Bridget. Elsöprő volt. Luke-ra szinte senki nem szavazott. Ez azért meglepő. Estét is szervezett a győzelme megünneplésére. De amennyire én tudom, most egyedül van. Jaj, de kár. Mennyi pénzt költhetett? Esetleg meglátogathatnánk. Játszani hívtam önöket. Nem üldögélni. Victoria. Menj el haza! Használnia kell majd, hogy megállítson Frank. Majd ők. Menjen az utamból, Frank! Jobb, ha beengedj! Szemben sincs. Maradj csak, drágám. Ha már eltöntötted. Beszélnem kell vele! Nem mozdulok innen. Ki kell mennem hozzá. Engedd, hogy kimenjek, apám. Csak rontana a helyzeten. Csak beszélni akarok vele. Mondják meg, hogy itt vagyok. Addig nem megyek el innen. Hányszor mondjam, hogy nem akarja látni? Hazudik! Nem igaz! Majd találkozol mással. Nincs itt semmi keresni valója. Aki illik hozzád. Hazudik. Nem fog kijönni. És nem megy az estére. És nem megy férjhez sem. Victoria! Victoria! Jöjjön velem! Csak velem! Nincs rájuk szükségünk! Luke? Látni akarom. A lányom megkért, hogy beszéljek helyette. Meggondolta magát. Már nem óhajt férhez menni önhöz. Nem tudom elhinni. Megteszek bármit. Bármit. Hogy megvédjem a lányomat és a Belmorált egy ilyen alaktól, mint maga. Szeretem őt. Hát persze. De a pénzemet még jobban. Frank! McGregor távozni szeretne. Segítenél? Köszönöm. Mancsolj?
Tessék, Michael, mozgás! Ez nagyon szép dolog, meg. Ugyan hisz, rokon. Gyerünk! Biztos, hogy nem követünk el hibát? Nem. Menjünk. Oh, a rokonság. Danny, Rob, Colin és Emily, Mrs. O'Neill és Michael, és a tisztelt képviselő úr, Matt McGregor. Bemutatom a partneremet, Miss Hattont. Örvendek. Szeretném, ha tudnád, hogy nem neveztelek. De talán már ismerik is Miss Hattont. Persze az urak. Igen, ismerem. Colin? Nem. A lelkész biztosan nem. Már találkoztunk. Kínos helyzetbe hozza őt, Luke. Ó, oh, tényleg? Akkor bocsánatot kérek tőle. Én rendkívül tisztelem Miss Hattont. Ő ma, mint látják, az est díszvendége. Az egyetlen. Mi is vendégek vagyunk, láthatja. De nem azért jött, hogy kúnyolódjon. És nem azért, hogy megünnepelje a vereségemet, mint az álszent és beképzett nagybátyám Snowy River hőse. Rendben van. Én a kezemet nyújtottam, de megint ellökted. Többé nem foglak zaklatni. Nem is kell lesz. Egyikőtök sem. Tényleg nem. Tényleg nem kell neked senki. Zenét! Magyar szöveg Angyal Andrea, szerkesztő Láng Eszter, hangmérnök Pálfi Miklós, vágó Vüns Attila, gyártásvezető Farkas Márta, szinkronrendező Kis Lajos. A szinkront a Magyar Televízió ZRT megbízásából a Vidar Team készítette.